Szia Marcelina, a Sóder Gödörnét a régi házaknál találkoztam veletek. Mit csináltok ti itt? Valami óriási felfordulás az, amit itt láttunk. Nem, hát mondjuk csak lezártunk egy utcát, nem olyan óriási felfordulás. Itt van a Babics Gabriella és a kaszás, ifjú kaszás Péter. Ők, ővelük készül most egy nagy lemez anyag, és a lemezborítónak a fotóját készítettük el. Itt a nézők hallanak egy zenét a motor mellett. Igen, a címe Szeres Belém Bébi. Remélem, hogy egy hónap múlva már országos sláger lesz a Bakaduótól. Úgy hívják őket, hogy Bakaduó. Ők tehát a Bakaduó és a Marcelina PT. Igen, mi menedzseljük ezt az egészet, és a zenék többségét Kaszás Péter, a Petyusnak az apukája írta. Úgyhogy nagyon reménykedünk abban, hogy a közönséget megnyerjük ezzel a zenével. Ön saját lemezed? Hát én nekem jelenleg az Újságáros Lédivel eléggé országos slágerem van, úgyhogy úgy érezzük, hogy van egy kis energiánk valami mást is csinálni, és hát ez az egyik ilyen feladat most nekünk. Megkérdezzék benneteket is, mit csináltok ti, amikor nem énekeltek, nem vagytok stúdióban, és éppen nem nyüstölnek itt benneteket mindenféle fotózással? Zongorázok. Énekelgettek otthon. Hány éves vagy? 12. Akkor most te leszel a legfiatalabb a szakmában, most úgyis ez a legdivatosabb, hogy ki a legfiatalabb, ezen megy a nagy harc, most te leszel, úgy látszik. Nem. Péter? Én hátul vagyok apukámnál, nézem, hogy hogy dolgozik. A stúdióban, ezt tegyük hozzá, tehát ő rengeteget tud már a szakmáról, már azt hiszem, meg a gombokat is körülbelül már tudod, hogy mi mire való a pulton, mert ő állandóan ott leskelődik. És ő is gyakorol nagyon sokat énekelni benne a stúdióban, és ő meg dobol, hát miért nem mondod, hogy dobol ára jár. Dobol. Nagy dobos lesz ő, azt hiszem. Sok sikert kívánok mindannyiótoknak ehhez az első lemezhez, és várjuk majd a folytatást, és persze várjuk a sikert. Most megnézzük, hogy hogy is készül egy ilyen fotózás. Nagyon jó, gyerekek! Tényleg!